A biztonsági övet nem használta ez az autós, ezért állították félre. Elismerte a szabálysértést, ezért 10 000 forintos helyszíni bírságot kapott. A rendőrök pontosan tudták, hogy kit kell megállítani, összehangolt akció keretében ellenőrzik az autósokat. Néhány száz méterrel arrébb itt a szekszárdi felüljárónál kamerával figyeli két másik rendőr az autósokat. Ha valaki öv nélkül vezet, felveszik és azonnal értesítik a megállító kollégáikat. Egész héten ilyen szervezett akciókat tart a rendőrség Tolna megye útjain. Az elkövetkezendő napokban kollégáim a biztonsági öv használatát, a mobiltelefon használatát, valamint az egyéb passzív biztonsági eszközök használatát fogják ellenőrizni, így különös tekintettel a gyerekülésre. Az övet nem csak azért érdemes használni, mert bírság jár ellenkező esetben, hanem azért is, mert rengeteg halálos baleset következik be amiatt, mert sokan még mindig nem kötik be magukat. Hát azok a járművezetők, valamint utasaik, akik lakott területen belül nem használják a biztonsági övüket, 10 000 forint közigazgatási bírságra számíthatnak, azok, akik ugyanezt lakott területen kívül teszik, 15 000 forint közigazgatási bírságot, akik pedig autópályán vagy autóúton nem használják a biztonsági övüket, 20 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhetőek. Akkor pedig, ha valaki nem használ gyerekülést, amikor kéne neki, 15 000 forintos bírság jár.